Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit. Hétfő este a megszokott időpontban jelentkezik Aréna Sport magazin műsorunk. Ezúttal is igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy mindenki megtalálja kedvének valót. Így szó lesz vízilabdáról, ritmikus sportgimnasztikáról és futszáról is. Nevezetesen egy nagy mérföldkőhöz érkezett a Haladás csapat kapitánya. Viszont elsőként egy bejátszást tekintsenek meg, hiszen az Agora keretein belül ritmikus sportgimnasztikával ismerkedhetnek meg azok a gyerekek, akik ezzel a sportággal szemeznének, illetőleg felkészülésüknek bepillanthatunk ennek kulissza titkaiba is. Ezt követően pedig majd az vízilabdával folytatjuk műsorunkat. Most pedig akkor jöjjön a bejátszó. Látványos, ugyanakkor nehéz szakágnak számít a ritmikus sportgimnasztika. A balett, a tánc és a torna elemeit ötvöző sportág sikertörténete egészen a 60-as évekig nyúlik vissza Szombathelyen. Szépségét épp a nehézsége adja. A versenyzőknek önmagukkal kell harmóniában lenniük a szabad gyakorlat során, később pedig a szerekkel kell egy hullámhosszra kerülniük. A ritmikus gimnasztikában valamikor 5-szer volt ezt a 2 évvel ezelőtti világ összejövetelen 4-szerre módosították, tehát van az úgynevezett az igazi nagy versenyeken nincs szabad gyakorlat, hanem van labda, karika, huzogány és szalag. Tehát a világversenyeken ez van. De hát ugye az alapot az mindig a szabad szer nélküli adja, mert hát először önmagunkon kell uralkodni, aztán a szerrel együtt, ami nehezebb, sokkal nehezebb. Milyen eredményekkel lenne elégedett egy szakmai vezető, hiszen nyilván azt szokták mondani, hogy érmekben lehet mérni egy jó pályafutást, ugyanakkor szakmai szemmel meg lehet úgy is közelíteni, hogy a gyerekek fejlődésének ritmusa töretlen és folyamatosan javuló tendenciát mutasson. Hát mindig egyénen múlik, hogy kitől mit várhatunk el, és ki mennyire képes. A szorgalom, a tehetség, az adottság nagyon sokat számít a sportágunkban. Annak mi nagyon örülünk, hogyha országos versenyen tudnak részt venni a gyerekek. Ezek az úgynevezett Bercik emlékverseny, Bercik Sára néni emlékverseny. Aztán vannak az úgynevezett versenykategóriás versenyek, ahol mi már nem rúgunk labdába, és ezen kívül diákolimpiás versenyeken veszünk részt. Hát az idén sajnos kevés csapattal, most csak egy csapatunk van a városból például. Volt, amikor 7 csapat is volt, de hát az más idők voltak, még a Covid előtt. Nagyon sokat számított, hogy a Covid beütött nekünk nagyon. Arról nem is beszélve, hogy egyszer volt az edzőhelyünkön csőtörés, 2-3 hétig nem mehettünk oda, utána volt olyan, hogy ablakot cseréltek, akkor azért nem mehettünk. Szóval sok-sok kínlódásunk volt eddig, de reméljük, hogy most már minden rendben lesz, és tudnak segíteni a ifjú kollégáim, mert hosszú idő óta van olyan ifjú 2 kollégám, akik felkészítik a gyerekeket, azon kívül, hogy mi a tanfolyamon 3-an csináljuk a tanfolyamot, dr. Eckler Judit, Nagy Veronika és én. A közelmúltban hazai környezetben bizonyítottak a szombathelyi versenyzők. A sportházban megtartott házi erőfelmérőn több arany, ezüst és bronz fokozatú minősítést is kiosztottak a pontozó bírók. A szakmai vezető elárulta, hogy az edzők ilyenkor nem csak a rontásokat, hanem a szép mozdulatokat is észreveszik. Mindig, amit jól csinálnak, annak nagyon örülünk, és a rosszat azt pedig az edzéseken próbáljuk kijavítani. Na most itt tudni kell az, hogy mi, mármint az Agora, tanfolyami jelleggel működik, és aki befogadott bennünket, mint egyesületet, mert bizonyos versenyeken csak egyesület indulhat, az a Fueti RGS-e, és ővelük van nagyon jó kapcsolatunk. És ők tanulunk, hogy úgy mondjam. A gyerekek mennyi felkészülés, illetve milyen edzéseken vesznek részt, heti, akár havi jelleggel, mennyire kell mélyen elmélyülni ezekben a sportokban, mert ezt lehet látni, hogy nagyon nagy felkészülés és koncentrációt igényel. Hát a tanfolyam az hetenként 2-szer 1 óra, pluszba azok a gyerekek, akik vállalják, illetve bocsánat, a szülők anyagilag is, meg hozom-viszem módon,
az plusz megint 2 óra, tehát ennyit tudunk a felkészülésre fordítani. Hát ez sajnos nem sok, de anyagi dolgok mindenért fizetnünk kell, úgyhogy ez mindig záró tényező, hogy meddig mehetünk. A kiváló teljesítménnyel kirukkoló versenyzők már a fővárosi versenyekre készülnek. Látva a Szombathelyen bemutatott gyakorlatokat, minden bizonnyal sikerekben gazdag lesz az előttük álló idény. A ritmikus sportgimnasztikát követően a vízilabdával folytatódik műsorunk. Hétvégén játszotta utolsó bajnoki mérkőzését az AVUS, Aligátorok Vízilabda Sportegyesülete. Szeretettel köszöntöm az egyesület két meghatározó prominens személyét, Cufál Norbert vezetőedzőt, valamint Szőke Szabolcsot a játékosok képviseletében. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi köszönjük. Köszönjük a meghívást. Hát urak, egy nagyon-nagyon eseménydús hétvégét zártatok, majd persze visszamehetünk időrendben, de először nézzük a legutóbbi hétvége eseményeit, történéseit, hiszen egy nagyon fárasztó szezon végén egy hazai búcsúmérkőzés, majd ezt követően hát egy szezon záró, szezon értékelő kis gála vacsorával fejeztétek be az idei pontvadászatot. Milyennek találod a találkozót, ha mérlegre kéne tenni, illetőleg hogy sikerült az év értékelő? Hát a találkozó annyira nem sikerült jól. Én próbáltam olyan motivációt találni, hogy ha ez a meccs jól sikerülne, akkor csak a bajnok Debrecentől kaptunk volna ki itthon az egész szezon alatt. Sajnos ez ugye nem sikerült. Voltak hiányzók is, nem arról van szó, meg ugye már évvége volt. Ráadásul ez a meccs nem befolyásolta már a helyezésünket, maradtunk az 5. helyen. De mondom, becsülettel azért készültünk, csináltuk, de egyszerűen tényleg semmi nem sikerült ezen a meccsen. Ráadásul az ellenfelünk egy elég furcsa kis vízilabdát játszott, tehát elég keményen odaálltak. Ugye azt tudni kell, hogy a csapatunk több mint fele, ugye még utánpótláskorú játékos, ez nagyon meglátszott. Nincs ezzel baj, mert tanulni kell ebből a meccsből is, meg játszottak egy ilyen meccset a fiatalok, ahol tényleg ilyen pankráció, meg nagyon sok verekedés is volt benne, de fejlődnek, csinálják. Mondom, ezzel gond nincs, a helyezésünket nem befolyásolta, nem is játszottunk jól, tehát kell lenne bármilyen kibúvót találni, nem sikerült, ilyen van. Van olyan játékosom, nem is egy, akinek ez a 80. meccse volt az elmúlt 9 hónapban, tehát fáradtság is lehet benne, ugye az ifi serdülők 2 vagy akár 3 bajnokságban is szerepeltek egész évben. A felnőttek között is voltak már sérülések, vagy kevesebbet edzők, úgyhogy várható volt, hogy nem fog sikerülni túl fényesen, hogy ennyire nem, arra nem gondoltam én sem, de összességében azért elégedett vagyok, de mondom most egyen a meccsnél maradva, akármennyire is nem sikerült, egy perces megbeszéléssel lezártam, elmondtam nekik, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami nem sikerült, amiből tanulni kell. Utána mondtam, hogy több ilyen leszúrás ma már nem lesz, hogy megadjuk a módját akár az évzárónak is, meg ennek a vacsorának, hogy ne legyen veszekedés, meg jó szájízzel záruljon. Hát röviden, hát jobban sikerült az évzáró, mint a meccsünk. Úgyhogy aranyosak voltak, ugye a fiúk, ugye ezek mégiscsak azért nagy gyerekekről van szó, több mint a feléről, de ők is jól viselkedtek, hogyha lehet ezt így mondani, és jó hangulatban telt, ami a legfontosabb, hogy tényleg jól éreztük magunkat, és tudom, hogy ilyen összeállításban nem fogunk többet medencébe ugrani, tehát lesznek változások benne, akár csak ugye itt Szabi ül mellettem, hogy meg kell becsülnünk, én mindig azt mondom, az évzárót, vagy az utolsó napot, az utolsó meccset, mert tényleg az, hogy utoljára vagyunk így együtt, lesznek, akik elmennek Pestre tovább tanulni, vagy bármilyen másokból nem lesznek velünk, akár eligazolnak egy másik klubhoz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez az évzáró is megfelelő volt, jó volt, és örültem, hogy ennek a csapatnak az edzője lehetek. Nézzük egy kicsit vissza erre a találkozóra. A kedves nézőknek fel fog tűnni egyébként, ami nekem már a beköszönésed közben feltűnt, hogy amit az edző is elmondott, nagyon agresszív volt az ellenfél, talán kicsit túlzásba is vitték, főleg annak tükrében, hogy utolsó bajnoki mérkőzés volt, és hát az ő helyezésekön sem osztott, sem szorzott, tehát előzni sem tudtak volna, hogy a 6. helyen végeztek a Vívások, ti pedig az 5. tehát ez az utolsó forduló lényegében egy ilyen bónusz ráadás volt mind a két csapat számára. Igen, nekik annyi tétje volt,
volt, hogy tarthatták a hatodik helyet az Ibőlel szemben, maximum ennyi célt tudtak kitűzni. Hát igen, egy vízipankráció volt. Volt, ami víz alatt, volt, ami víz fölött. A játékvezetők, amit tudtak, amit láttak, azt azonnal cseréskiállítással, brutalitással is akár megtorolták, és ennek ellenére nem tudtunk élni a lehetőséggel. A fiataloknak még ezt szokni kell, hogy nem mindig vízilabda mérkőzés folyik, van, amikor vízi birkózás folyik, és abból is valahogy hogy kell kijönni győztesen. Talán az egyik legnehezebben fújható sportág a tiétek, abból a tekintetből, hogy ami víz alatt van, sem mindig teljesen látszik. Sőt, volt a szezon közben egyébként olyan hangok is más csapatoknál, hogy az utánpótlás korosztályú mérkőzéseknél a tudásbeli különbséget agresszióval, durvasággal próbáltak kompenzálni. Volt ebből talán ilyen dobhártya szakadásos történet, de szerintem ti jobban tudjátok. Ezt hogyan tudjátok kompenzálni, vagy helyre tenni, főleg a fiatalok, nem egyszerűen két rutinosabb emberrel ül most itt velem szembe, hogy a fiatalokat azért erre úgy felkészíteni, hogy a mérkőzésben át is tudjanak kapcsolni, hogy igen, a tudásbeli különbséget a másik csapat mondjuk akár agresszióval fogja kompenzálni, pótolni. A fiataloknak nyilván el kell mondani ezt, hogy ha jön egy pesti csapat például, ő csak fizikálisan próbálja először. Játékban is van amelyik ügyesebb, de fizikálisan jóval erősebb egy-egy utánpótláskorú játékosnál, és figyelni kell arra, el kell mondani, el meg kell mutatni, hogy hogyan tudod esetleg azt kivédeni, hogyha ilyen van, és oda kell figyelni, még jobban koncentrálni. Medencén belül mennyire volt nehéz úgy segíteni a társakat, hogy át kellett volna mondjuk azon a holtponton esni, ami végül aztán nem sikerült, és ezért volt mondható sima vereség a hétvégi találkozón? Hát, hogy őszinte legyek, én már a második negyedben nem sikerült, hogy onnan vérző orral jöttem ki. Ez egy balszerencsés eset volt, de tehát egy olyan szituációban, ahol vétlen volt az ellenfél játékos, ami lövés után még túlment a keze, amit az én orromon csattant. És így már én nem tudtam még a partról sem segíteni, mert a lelátóról már örültem, hogy levegőt kaptam, nem hogy még beszélni, meg üvöltözni, meg segíteni őket. Magukra maradtak ilyen tekintetben, a vízben, és úgy kellett volna egységesebbé válniuk a mérkőzés folyamán, amit most nem sikerült. Ilyenkor az ötödik helyezés, ha azt mondják neked szezon elején vezetőedzőként, hogy na most akkor az ötödik helyen elégedett lettél volna, vagy azt mondod, hogy annál azért többre hivatott ez a gárdád? A kérdés jó, meg jogos. Nagyjából ide vártam az avust. Nekem igazából az volt a fontos, hogy nem is a helyezés, hanem mondjuk a dobogótól mennyire maradunk le. Tehát nem mindegy, hogy 20 ponttal, vagy egyel. Hogy mekkora lesz a különbség az élcsapatok között, meg köztünk. És nem sokkal maradtunk le, ugye nagyjából a pontszám, inkább úgy mondom, hogy pontszám az ilyen megfelelő. Talán 48 pont, ha jól emlékszem, annyit szereztünk, azért ez nem kevés. Úgyhogy ezzel a résszel, a szerzett pontokkal elégedett vagyok. Mondom, nagyjából a hazai pályára én ébelején is, ugye ezt elmondtam itt nektek, hogy nagyon szeretném, hogy ezt a szezont lehozni akár vereség nélkül, de hát a Debrecen ellen mondom, sansz nem volt, meg mondom, ez a meccs, ez a kettő, igazából egy évbe két hazai vereség szerintem belefér. Nagyon fiatal a csapat, ugye jövőre még fiatalabb lesz, még több saját nevelésű játékos fog játszani. Mondom meg, többen ezt értik félre, hogy rendben szerepelnek a fiatalok, de ha megnézik az utánpótlás részét, ugye alsóházi csapat vagyunk. Tehát alsóházi ifisták serdülőkkel megyünk egy felnőtt bajnokságba, ahol ötödik helyezést érünk el, és ez szerintem nagyon nagy dolog, és nagyon jó, hogy 9-10 vagy akár 11 saját nevelésű játékos játszik egy felnőtt csapatban, úgyhogy ezek után én azt mondom, az ötödik helyezés az nagyon rendben van. Ugye folyamatosan fejlődik a csapat, viszont állandó veszélye van annak, hogy elviszik a húzó játékosokat, tehát lényegében kinevelitek azokat a szuper tehetségeket, akik máshol fognak érvényesülni, és helyezik még nagyobb előtérbe az adott csapatukat, az új klubjukat. Ilyenkor egyébként, amikor visszanézel mondjuk erre a szezonra, mely szegmensével vagy inkább elégedett a támadó, vagy a védőjátékkal, és akkor gyorsan rá is fűznék egy zárójeles megjegyzést, hogy az ötödik hely fényében a csapatod dobogós, a legkevesebb gólt kapó számát tekintve, harmadik helyen van a kapott gólok tekintetében az összes csapat közül. Ennek nagyon örülök, mert nagyon sok hangsúlyt fektetünk a védekezésre, hogy az összeálljon, hogy mit hogyan szeretnék egy normál 6-6 elleni szituációnál, egy emberhátrányos szituációnál.
hogy hogyan oldjuk meg esetleg, hogyha lefordul az ellenfél, ezeket azért sokat gyakoroljuk edzésen. Ennek így örülök, hogy a dobogón végzünk a kapott gólok a számát illetően. Ugye mondom, az biztos volt, hogy egy ilyen csapattal túllőni nagyon senkit nem fogunk. Tehát ahhoz nagyon fiatalok, azok, mert rengeteget kell fejlődni. De hogy mivel vagyok elégedett? Tényleg azt mondom talán, hogy a fiatalok. Tehát akik ilyen 50, 60 vagy akár 80 meccset lejátszottak a különböző bajnokságokban, hogy összesen le lehet hasonlítani az egy évvel ezelőtti tudásukat, meg a mostanit. Attól, hogy elmennek, nem félek, hanem örülök. De menjenek. Én mondtam is nekik, hogy ha bármi olyan van, megkeresés, szóljanak, segítek. Tehát főleg, hogyha OB1-es csapatról van szó, hogyha megkeresik őket, mindenben partner vagyok, és mindenben segítjük őket, hogy akkor aki tud, az OB1-ben játszon, legmagasabb szinten. Ezzel gond nincsen. Akkor jönnek majd a még fiatalabbak, jönnek ugyanúgy a tehetségek, játszanak, lehet, hogy nem ötödikek leszünk, hanem hatodik, nyolcadik, teljesen mindegy, de játszanak, és akkor, hogy ez menjen így tovább, ez a folyamat, hogy folyamatosan 10-11 legalább ennyi saját nevelésű játékosunk játszik a felnőtt csapatban. Ebben azért nagyon-nagyon nagy fogaskerék szerepet töltesz te is be, Szabi, abból a tekintetből, hogy nem csak játékosként, hanem már edzőként is segíted a fiatalok fejlődését, illetve munkáját. Te mennyire értékeled ezt az ötödik helyezetet, már csak azért is, hogy a fiatalokat is előtérbe hozod, hiszen mondhatjuk azt, hogy a szemed előtt nőttek föl jó páran. Igen, örülök neki nagyon ennek, hogy tényleg ott, ahogy fejlődnek, látszik, hogy napról napra, hétről hétre, tényleg fél évről vel később is sok minden változott, és az előnyükre érettebbek lettek. Igazából ennyi. Az idő meg fogja hozni a gyümölcsét, nekik nem szabad kell elkapkodni a dolgokat. A munkát ugyanúgy kell csinálniuk, ahogy eddig, vagy akár jobban, mert akkor még jobban tudnak fejlődni. És minél többször jó döntéseket hoznak. Még most nem baj, hogy hibáznak, mert tényleg 16-18 éves játékosokról van szó, de majd ha odaérnek, hogy 21-22, akkor már tudják jól, hogy a jó döntéseknek a 90%-át már meg tudják hozni. És ez ami fontos nekik. Mennyire forgácsolódtok szét abból a szempontból, hogy te mondjuk játékosként és edzőként is, tehát mondjuk azt, hogy két különböző szegmensét kell gyakorolnod, neked viszont lényegében az egész ütőjére rajta kell tartanod a kezedet, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, ugyanúgy a képzési tematikát, a struktúrát, a mérkőzésekre való felkészítést, a technikai képzettségeket, vagy éppen az egyéni képzésekről beszélünk. Nehéz, fárasztó, de ugye ez a munkám, a hobbi meg a szórakozásom egyben, tehát én azért másképp fogom föl. Az, hogy a legkisebbektől, tehát az országos gyerek szintől a felnőttig, ugye a Péter Imre, ő nincs itt, mint edző, Szabi, meg én felelünk ezért az egészért. Nagy könnyebbség, hogy ugye én elmondtam, hogy mit szeretnék, a másik két kolléga ugye próbálja így csinálni, tehát az edzéseken szabad kezet kapnak, de vannak bizonyos dolgok, amiket viszont be kell tartani, vagy meg kell csinálni, amit a felnőtt csinál, ugyanazt csinálják az utánpótlás csapataink. Pontosan azért, mert olyan sok fiatal játszik fölfelé, és most beszéltünk, hogy az ifiből a felnőttbe, serdülőből az ifibe, hogy olyan átfolyások vannak, hogy nem fér bele az, hogy mindenki más csinál, mert a gyerekek nem fogják tudni ezt megjegyezni. És ezért van egy olyan folyamat, ami az országos gyerek szintől elindul, és egy országos gyerek játékost beteszek a felnőttbe, akkor ugyanazokat a dolgokat kell csinálnia, a felnőttben is, mint gyerekben is. És az más kérdés, hogy lehet, mert a kor miatt nem fogja tudni úgy megcsinálni, de az elméleti rész az megvan. És ez a legfontosabb, hogy próbáljuk ezt szisztematikusan felépíteni, hogy ezekkel már ne nagyon kelljen foglalkozni. Tehát a gyerekek majd nőnek, fejlődnek, erősödnek, mindenben egyre jobbak lesznek, viszont az elméleti rész az ugyanaz. És ezt próbáljuk megoldani. Mennyire vevők a gyerekek egy olyan edzőnek a véleménye instruktálására, aki mondjuk meg is tudja mutatni mindazt a medencén belül, akár mérkőzés él csapatokba, tétmérkőzésükbe, tétkeretek között, ugyanazt szeretni mondjuk viszont látni a gyerekektől, ők ezt mennyire veszik egy partneri jogviszony alapján? Nagyon jól veszik, nagyon jó néven veszik azt, hogyha ha vízbe megyek, és még pluszba meg is tudom mutatni, nem csak a parton elmagyarázva, és esetleg kihívva egy játékost, hanem jó, akkor gatyát ragadok, és akkor beugrok melléjük, hogy igen, mégpedig meg lehet csinálni nekik is. Én sem voltam egy hóri-horgas, magas gyerek ilyen fiatalon, nekem is a fejemet kellett használnom amiatt, és még volt olyan edző, amikor nem is mondták el.
Tehát van segítség, el van mondva, oda kell figyelni. Mennyire nehéz őket mentálisan átsegíteni ezeken a holdpontokon, hiszen szokták mondani, hogy generációs váltásonként kapnak a gyerekek egy újabb impulzust, és hát nyilván nektek azért elévülhetetlen érdemeitek van abban, hogy ezeket a gyerekeket nem csak a vízilabdára, hanem az életre is felkészítitek. Igen, sok elvárás van, mert iskola, magántanárokhoz mennek, ilyen nyelvet, olyan nyelvet tanuljanak, és még akkor mellette vízilabdázzanak is. Nem is alacsony szinten, tehát nyilván a felsőházban maradás a cél, meg ott is vagyunk. És emiatt, hogy minél jobb eredményt tudjunk kisajtolni belőlük, egy bizalom kell a játékosok felé, mint ahogy az edző, ő nekik az edző felé is, hogyha bíznak bennük, akkor mindent meg fognak tenni. Azért, hogy a hétvégén a legjobb tudásuknak megfelelően szerepeljenek. És a te szempontodból, te szerepe körödből, meg még annyival ki lehet ezt bővíteni, hogy neked viszont még az edzőket is úgymond segíteni kell, támogatni kell, biztatni kell, vagy helyenként felkészíteni, amikor arra van szükség. Nagyjából igen, de azért a Imre is, meg a Szabi is azért hála az ének olyan szinten játszottak, hogy ezek az zsigerből jönnek és meg tudják oldani, tehát azért nem kell ott minden nap ellenőrizgetnem őket, meg ugye hétvégén folyamatosan együtt vagyunk, vagy a felnőtt meccs miatt, vagy ugye vasárnap az országos meccsekre, főleg ha utazunk ugye bárhova, és ott is meg tudjuk beszélni a dolgainkat, vagy adott esetben a meccsel kapcsolatos dolgokat. Tehát ezzel mondom, nagyon probléma nincsen. Ugye még annyi, hogy az utánpótlásunk ugye egy helyezést ugye előre lépett, tehát a tavalyihoz képest ugye sikerült még egy helyezéssel följebb lépni. Igaz, hogy az alsóházba kerültünk, de mondom, ez a 13. helyezés a 16 csapatos bajnokságban, ez nem rossz. És úgy maradtunk benne megint osztályzó nélkül, hogy az utolsó 2-3 fordulóban már szinte mindegy volt, hogy mit játszunk, tehát azért torony magasan megelőztük a többi csapatot ott lenn, ami nagyon jó. És ugye ilyenkor jön a végén az, hogy jön egy új korosztály, ugye az idősebb ifi játékosaink, ugye azok majd kiüregednek, és alulról fogják majd ugye a 2010-eseink majd ugye feltölteni ezt a gyerekkorosztályt. Picit a jövőben nézve nehezebb lesz. Most egy erős generációnk esik ki, egy 4-5 olyan játékos, akik meghatározói voltak ennek a szombathelyi vízilabdának. Úgyhogy jövőre egy picit szerintem nehezebb lesz, de azon leszünk majd nyártól kezdve, júli 17-től úgy edzünk és úgy csináljuk majd, hogy továbbra is az Abus a legmagasabb szinten maradjon az utánpótlásban, és maradjunk benne a bajnokságban, mindent meg fogunk csinálni, és tényleg annyit fogunk edzeni, amennyit lehet, hogy ez megmaradjon így. Az utánpótlás korosztályú csapatok közül kikre vagy leginkább büszke, kikre érdemes odafigyelni, hogy az elkövetkezendő akár 6-8-10 éven belül odaérhetnek, és akár nagyon-nagyon-nagyon nagy segítségei lehetnek a felnőtt csapatnak is. Itt akár tényleg a gyerekkorosztálytól kezdve bárkire gondolhatsz. Megmondom őszintén, nevet nem merek mondani. Egy dolog miatt nem mernék nevet mondani, mert nagyon sokan elmennek ugye egyetemre. Akár más városok, de főleg Pest. Tehát ez majd kialakul náluk is, hogy kik azok, akik maradnak esetleg itt Szombathelyen, egyetemen, főiskolán, és itt tudnak játszani, kik azok, akik elmennek, ezért nem mernék most nevet mondani. Minden korosztályban van legalább 3 olyan játékos, akiben benne van az, hogy OB1-ben játszon. Aztán majd az élet eldönti, hogy mit választ, vagy a tanulást, vagy a vízilabdát, vagy mindkettőt, nem tudom. De látom azt, hogy kiket lehet beépíteni 18 éves korukig a felnőtt csapatba, az, hogy utána mi lesz, azt viszont nem tudom. Hogy fog alakulni a nyaratok? Játékos és edző szempontból is kérdezem, mert nyilván talán most első körben egy kis pihenés, aztán utána szerintem már a gőzerővel ismételten a munka. Igen, hát most majd egy levezető fázisban leszünk, ahol már az edzések nem feltétlenül nyilván szinten tartás jellegűen folynak, mind az utánpótlás, mind a felnőtt csapatoknál, és a jó kedv is remélem, hogy olyan fontos lesz majd, hogy a végére azért lesz valamilyen, vagy csapatépítőt csinálni lehet, vagy egy játékosabb edzéssel még földobni az éves monotonitást, és majd nyáron pihenünk egy jó hónapot, és visszatérünk ugyanúgy az uszodába, és rójuk a köröket.
ilyenkor gondolom nagy hangsúlyt fektettek a nyári időszakban a gyerekeknek a saját képzéses, tehát kapnak gondolom önálló tervet, ami alapján fogják mondjuk a karban tartani önmagukat, illetőleg a táboroztatásra pedig lehetőséget biztosítatok a feltörekvő, tehát titánoknak, vagy éppen a sportággal szemező gyerekeknek, hogy mondjuk elmélyüljenek a vízilabda rejtelmeiben. Nagyjából igen, azért az ifi korosztálynál, ott már azért majdnem felnőtt korú játékosokról beszélünk, ott azért már őket táborba berakni azért nem lehet, tehát ott megcsinálják a napi két edzést. Délelőtt egy vízi edzés, délután egy konditerem, és este még egy vízi edzés, tehát mondom, ez nagyon fárasztó lesz majd, de nagyjából a gyerek serdülő ifi csapataink is így fognak készülni. Ugye az ifi felnőtt, az továbbra is együtt fog készülni, ez jó, mert a felnőtt játékosok ugye az ifiket húzzák fölfelé majd. A kicsiknek igen lesz majd tábor, tehát hogy reggeltől délután négyig mondjuk benn vannak, foglalkoznak velük folyamatosan, mennek vízbe, szárazföldön, szárazföldi edzésekkel, mindennel, nagyon fontos. Nagyjából azt kiegészíteném, amit az előbb a Szabi mondott, hogy egy hónapot, tehát júni 15-ig, amíg tart az iskola, addig vannak ezek a szinten tartó edzések, utána van egy nagyobb szünet, ilyen 4 hetes, és akkor mondom, július közepén pedig elkezdjük a felkészülést, ahol már nem lesz írgalom senkinek, hanem azt végig toljuk egészen az iskola kezdésig. Gyors értékelésként még, egy információként, a jövő évi kerettel mennyire állsz úgymond képben, hogy milyen változásokról tudsz esetleg már most beszámolni, mi az, amiben mindenképpen változás történik még? A változás rögtön itt ül mellettem, a Szabi ugye, aki gyakorlatilag visszavonul a játéktól, és ő rá, mint játékos már nem tudok számítani. Aztán, amit az előbb mondtam, az iskola miatt 2-3 embernek lóg a levegőben, hogy esetleg Pest. A kérdés jogos, lesz változás, az, hogy hány embert érint, azt most még nem tudom megmondani, azt július közepén tudok rá válaszolni neked. Nagyon, nagyon szépen köszönöm az uraknak, én gratulálok az elért helyezésekhez, jó pihenést, illetőleg ami még munka van, akkor egy eredményes levezetés, aztán egy hosszadalmas és feltöltődő pihenést kívánok nektek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Mi pedig haladunk tovább a műsorfolyamban, hiszen Drót Zoltán, a Haladás csapatkapitánya 150. alkalommal ölthette magára a magyar válogatott mezét a Belgium elleni pótselejtezős világbajnoki mérkőzésen. Vele beszélgettünk erről, hogy milyen érzés ilyen mérföldkörhöz eljutni. Drót Zoltán a futszál ikonikus alakja. A magyar válogatott és a Haladás VSE oszlopos tagja meg annyi bajnoki és kupa győzelmet tudhat már magáénak szombathelyi és győri színekben. Ráadásul a futszál fellegvárának számító Kazahsztánban is megfordult pályafutása során. Ezúttal viszont a magyar válogatottban érkezett fontos mérföldkőhöz a támadó. A Belgium elleni világbajnoki pótselejtezőn 150. alkalommal ölthette magára a címeres mezt. Hát ez hatalmas élmény volt. Ugye a kinti belga mérkőzésen töltöttem ugye a 100. mérkőzést. Hát nem mondom őszintén, hogy a himnusznál elég sokszor közben sikerült elérzékenyülnöm. Azért 150 meccs azért az nem kevés. Büszke vagyok arra, hogy sikerült ezt a célt elérni, mert azért ez célom volt már az elmúlt években. És azért volt köztük rengeteg szép emlék is, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ezt a célt elérni. Ha ki kéne emelni egy-két ilyen nagyon-nagyon sarkalatos pontot, amire nagyon-nagyon büszke vagy, vagy éppen esetleg hiányérzet is akadna, melyek lennének ezek a találkozók, mérkőzések? Hú, azért nehéz kiemelni, de azért szerencsére volt sikerből is. Talán, ha itt kiemelnék, én a 2010-es hazai rendezésű Európa-bajnokság, ugye a románok elleni gól, ugye a 2015-ben volt, ugye amikor sikerült a szerbiai Európa-bajnokságra kijutni, úgyhogy talán ezek azok a nagy mérföldkövek a válogatott karrieremben, de tényleg voltak még gólok, sajnos volt kudarcból is, de az ember abból mindig tanult és motivált lett tőle. A válogatottal ezúttal nem sikerült kvalifikálnia magát a világbajnokságra, ugyanakkor a jelenleg sérüléséből lábadozó támadó vitrinje újabb éremmel gyarapodott. A legutóbbi hétvégén ugyanis a debreceni Phoenix csarnokban megrendezett Magyar Kupa 4-es döntőn megőrizte elsőségét a Haladás. Rutai Balázs góljával 1-0-ra győzték le a Berettyóújfalu együttesét, így negyedszer emelhették magasba a kupát. Drót Zoltán ezúttal a lelátón ülve szurkolt társainak, de a közelgő NB1-es bajnoki finál Én már a pályáról segítené címvédéshez a csapatát.
Ennyi fért mai műsorunkban, én megköszönöm kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, addig is maradjanak a Szombathelyi Televízió kitartó és hűséges nézői, további szép estét, jó tévézést, a viszontlátásra!